A tavalyi esztendő kiváló pedagógusait köszöntötték e héten pénteken a város vezetői a Tiszti Pavilon dísztermében. A díjazottak között volt Darina Benková, a Rozmaring utcai alapiskola tanára, aki tudását szenvedéllyel adja a diákjainak, táplálja bennük a zene iránti szeretetet és az angol nyelvvel megnyitja előttük a világ kapuját. Egyike a Rozmarinka kórus alapítóinak. Darina Zölderová a Munkautcai Óvodában 37 éve fejleszti a rábízott gyermekek képességeit és készségeit, szem előtt tartva a gyermekek individuális sajátosságait és igényeit. Ferenci Éva az Ötvös utcai alapiskola tanára, több mint három évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező pedagógusi munkáját, az állandó megújulás az innovatív szemlélet jellemzi, melyben a főszereplő mindig a gyermek. Mihat Szilvia a tulipán óvoda igazgatónője, tevékenysége rendkívül sokoldalú, táncházszervezése, szervezése, óvoda majális, futása jövőért, fesztiválok szervezése, de évente bekapcsolódnak a víz, a földnapja vagy a népmesék napja című rendezvényekbe. Bozsena Veneszová zenetanár több mint 50 éve a Komáromi Művészeti Alapiskola harmonika tanára. Pályája során több generáció harmonikás nevelt fel.